Tabán gazdag történelmi hagyományokat őrző terület Budapest egyik legrégebben lakott része. Éltek itt kelták, rómaiak, melegvízi forrásai miatt a törökök fürdőket emeltek a vidéken. A 17. századtól görög és cigány menekültek éltek kis utcáiban. A törökökkel együtt érkeztek a területre az első szerbek. 1690 körül az etnikumot felsítő utolsó nemzedéket. Ők adták török nevét is a negyednek, Tabán. A Tabán a Várhegy és a Gellért-hegy között található park, mely büszkélkedhet a változatos növényvilágával, valamint botanikus tanúsvényével. A Tabánban nem csak hogy sétálhat egy jót az ember, hanem akár ki is kapcsolódhat. A parknak két játszótere, teniszpályája, valamint kutyafuttatója is van. A Tabánban sok szabadtéri program megrendezésére kerül sor. A parkban sok pad van felállítva, melyeken pihenve gyönyörködhetünk a mesés kilátásban a Lankás Budai hegy oldalról. Kiváló találkozóhely a környékbeli iskolák tanulóinak. A park közepén egy emlékmű emelkedik a magasba, amely a környék 56-os forradalmárainak állít emléket. A parkban található lanka télen kiválóan alkalmas szánkózásra is, és mindez a város közepén. Sok terebélyes lombkoronájú fával találkozhatunk a teniszpályák szomszédságában.